Sziasztok! Ez az első videóm. Arra gondoltam, hogy ebben a videóban bemutatom nektek, hogy hogyan készül egy vázlat, és aztán abból hogyan készül egy készrajz. Példának ezt hoztam, ez egy képregény tervez egy mérges tanárnéni, akit most itt egy kétbécs ceruzával rajzoltam le egy A3-as lapra, vagyis semmi extra. Azért jók ezek a ceruzarajzok, és én azért szeretem nagyon így csinálni ezt az egészet, mert így sokkal jobban látom a végeredményt, illetve így lehet javítani bizonyos dolgokat viszonylag könnyen, gyakorlatilag egy kis radírozással, nem kevés maszattal természetesen. Például, ha elcsúszott a térde, itt egyébként pont elcsúszott, vagy rosszul áll a haja, ezeket mind lehet javítani. Egyéb szépséghibák is természetesen korrigálhatók igény szerint. És akkor ebből végül ez lesz, amit itt most megmutatunk a zöld háttérnek köszönhetően itt mögöttem. És ez a technológia egyébként nem csak ilyen munkákra használható, hanem most volt októberben egy olyan munkám, amiben egy kézzel utómosónak terveztem táblázatot, és abba például ilyen autókat kellett rajzolnom, most így néz ki a tollal kihúzott rajz, amit talán láthattok, és ebből ez az eredmény lett itt mellettem, úgyhogy ez jó arra, hogy így lehet egyeztetni arról, hogy hogyan is készüljön el egy munka. Remélem tetszett nektek, és a következő videóban majd próbálok konkrétabb dolgokról is beszélni. Ez egy kicsit izgulós volt, egy kicsit arról szól, hogy egy próbatétel, hogy csináljunk végre egy olyan videót, ahol én nem a kamera mögött, hanem előtt állok. Ez azért most még egy nehezebb feladat, de remélem, hogy tetszett, és ahogy el szokták mondani más vloggerek, akik profibbak és tapasztaltabbak, iratkozzatok fel a csatornámra, és még sok minden lesz a folytatásban.